Sziasztok lelkes sakbarátok, és nagy tisztelettel köszöntelek titeket a Centrum Sakkiskola első Halloweeni különleges kiadásán. Juhász Ármény nemzetközi mester vagyok, és egy csukjával tiszteltem meg ezt az érdekes kelta ünnepet, amit sajnos Magyarországon annyira nagyon nem szoktak ünnepelni, pedig én nagyon-nagyon szerettem kiskoromban. Én amikor 5-ről 6 éves voltam, akkor egy évig a családommal kinnéltünk Kanadába, és sose fogom elfelejteni, amikor házról házra jártunk, és csoki gyűjtöttünk, és különböző jelmez versenyeken lehetett részt venni. Aztán most már egyre elterjedtebb ez az ünnep. Írjátok meg, hogyha ti is esetleg beöltöztetek valaminek, ha esetleg sakkos dolognak öltöztetek be, illetve hogy hol vannak még ilyen klassz események. Na de ez mégiscsak egy sakk csatorna, és most nem itt a kelt a hagyományokról, illetve az amerikai átgondolásáról szeretnénk beszélni, hanem valami sakkos témában készültem, és szeretném megmutatni nektek, hogy melyik az a Halloween csel. Azt gondolom, hogy ennél aktuálisabb nap, itt október 31-én nem is lehetne, mint hogy ezt kielemezzük, és arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki ezt ismeri, és ki az, akinek most ezzel teljesen újat fogok mondani. Írjátok meg nyugodtan azt is kommentbe, hogy ismeritek-e, illetve van-e köztetek olyan, aki lelkesen szokta is játszani a Halloween csellt. Az is mindjárt meg fogjuk beszélni, hogy miért hívják ennek. Csapjunk is bele ebbe a misztikus, félelmetes videóba. E4, E5, eddig semmi újdonságot nem láthatunk. Ugye foglalkoztunk most már itt a király csellel, ugye ami F4-jel alakul ki, foglalkoztunk már a Dáncellel, ami D4, E5-i D4, C3, d C3 és futó c 4 el alakul ki. Ez sokaknak a kedvence lett, ahol ugye nagyon jó kis támadásokat lehet indítani, és nem olyan rég meg is tanultuk Lászkernek a híres kettős futóáldozatát. Ennél beszéltünk picit nyugodtabb megnyitásokról is, mint a Huszár F3, Huszár C6 után kialakuló futó C4 lépésről, ami, ahol Juhász Kristóf nemzetközi mester segített nekünk, hogy ezeket hogyan is kell pontosan játszani, illetve nekem is van egy érdekes elemzésem Sirov kedvenc játszmájáról. No de, itt most valami másról lesz szó, mégpedig a 4-es huszár játékról. Ami úgy alakul ki, hogy huszár F3, 20 C6, 20 C3 és 20 F6. Ezt nagyon találóan úgy hívják, hogy 4-es huszárjáték játék a nyílt megnyitások kategóriájában, és hozzáteszem, hogy ez úgy is ki tud alakulni, hogyha E4, E5, huszár F3-ra fekete az orosz védelmet játsza a huszár F6 után, és világos 20 c 3 mal megvédi a gyalogot, és sötét szintén 20 c 6 tal válaszol. Tehát ez ugyanaz, mint amit itt az előbb láthattunk. Általában ez egy pozíciós, nyugodtabb fegyvernek van megítélve, és itt jön majd az a cél, amit most meg is fogunk beszélni. Ebben az állásban több lehetőség is van világossal. Az egyik legbevettebb lépés az a futó B5, amit úgy szoktak hívni, hogy 4-es játéknak a spanyol változata aki látta az előző videósorozatot, a csere tudományát, abban erről külön van is szó. Ezen kívül van a 4-es huszárjátéknak a skót változata D4-jel, amit általában leszoktak ütni. Huszárüti D4 és futó B4-jel szoktak megválaszolni, egy picit kellemetlen kötéssel, ez is egy nagyon standard megnyitás, illetve van egy olyan lépés, amit viszont sokan lépnek, de nem olyan nagyon jó. Jöjjön az első kérdés, ez a futó C4. Olyan, hogy 4-es huszárjátéknak az olasz változata, ilyen nem nagyon szokott létezni, és ennek megvan az oka, hogy miért. Leginkább azért, mert ez a lépés egyszerűen nem olyan jó, sötét válaszának köszönhetően. Ki az, aki esetleg tudja, hogy miért nem jó ez a lépés? Ha még ez új számotokra, akkor nyugodtan állítsátok meg a videót és gondolkozzatok! Itt sötétnek a jó lépés ez a huszárüti E4 lépés, amivel azt fogjuk elérni, hogy ha visszaüti, akkor d egy nagyon kellemetlen villát fogunk itt létrehozni az ellenfél állásába, és mind a kettő tisztet egyszerre nem tudja megvédeni. Ellenkező esetben leütöttünk egy centrális gyalogot, és bár persze világos közbeiktathat ilyeneket, hogy futóüti F7, királyüti f és huszárüti E4, de ezekben az állás típusokban már inkább a sötét szokott jobban állni, világosnak egy-két kósza sakja van, de annál semmivel sem több. Tehát azt gondolom, hogy ezt érdemes megegyezni, hogy világossal ilyet ne lépjünk, akkor már inkább a Kristóf javaslatát, a hármas futó c játsszuk. Na de ezek most egy picit nyugodtabb változatok voltak, és most jöjjön a csel. Érkezzen a Halloween csel, mégpedig Huszárüti E5 személyében. Hoppá! Jóra gondoltatok? Ismeritek ezt a megnyitást? Ez egy eléggé új keletű lépés, és manapság nagyon felkapott. Különböző videókat látni erről itt a Youtube-on, Facebookon, Instagramon, rengeteg ilyen lehetőség van, ahol az ember tud ilyen megnyitásokat tanulni. Ugyanakkor azért hozzáteszem, hogy ez nem a legjobb megnyitás de félelmetes. Ezt képzeljétek el, hogy már 1888-ban német sakkozók kitalálták és próbálgatták a gyakorlatban, de nem túl sok sikerrel. Ezért nagyon sokáig a feledés homályába e, hát, merült, ugyanakkor most nem olyan rég ezt újra előszedték. És azért, mert ez rövid játékidejű játszmákban nagyon kellemetlen az ellenfél számára. És jön egy megdöbbentő tény a huszárüti előttel kapcsolatban. Képzeljétek el, hogy a Lichessen, az online adatbázis szerint, ebben van világosnak a legnagyobb győzelmi aránya, több mint futó B5 után és több mint a D4 után. Valószínűleg ez annak is köszönhető, hogy sötét ezt nem szokta tudni, hogyan kell lereagálni, és valószínűleg nem a legerősebb játékosok játszák ezt a lépést, de arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy akár barátaitokat, vagy e, meg tudjátok ebbe verni, ismerősöket, klubtársokat, akár csak egy snell verseny erejéig. Na most, 5 előttel odaadunk egy teljes tisztet, és hát ezért csel a csel játék, mert tiszt hátrányba fogunk kerülni. De ez azért Halloween csel, mert úgy ráéztünk az ellenfélre, mint egy félelmetes Halloweeni kosztüm. Hát nem is tudom, hogy mi a legfélelmetesebb. Egy csontváz, egy vámpír, egy farkas ember, bármi lehet. Huszárüti előtt, és most meglépjük a D4-et. Viszont világos itt jó pár tempót fog kapni a tiszt ellenébe, és az a terv, hogy szépen rátoljuk a gyalogokat itt a centrumban. Sötét erre hogyan reagáljon? Kettő lehetősége van. Azt is meg fogom a videó végén mutatni, hogy mi sötéttel a legjobb reakció, tehát ha ti feketével találkoztok ezzel a cseller, akkor se esetek pánikba. Ebben az állásban itt alapvetően a két fülépés az vagy huszár G6, avagy pedig huszár C6. Huszár G4 nem lenne ideális lépés, mert ebben az esetben egyszerűen E5-öt lépünk, és összegabajodnak az ellenfélnek a huszárjai, és bizony anyagot fogunk nyerni. Ha ez elmegy, akkor ütöm a g ha pedig nem megy el, akkor ütöm az F6-ot. Ezért ebben az állásban nem a ló elemzésével fogunk túlságosan sok időt e, foglalkozni. Kezdjük az első csapdával a huszár C6-tal. Én azt szoktam mondani, hogy amilyen irányba megy a huszár, azt a gyalogot toljuk. Tehát a huszár, ha a vezérszány irányába megy, akkor a vezérszány gyalogot fogjuk tolni d ha pedig a királyszány felé megy, akkor a királyszány gyalogot fogjuk tolni e Tehát huszár c meglépjük a d 5 és az az, az, az az alapkoncepció, hogyha huszár B8-at lép, akkor ebben az állásban rátoljuk az E5-öt is. Ez az egész halloween az értelme, hogy leszorítjuk, amennyire csak lehet. És nem adjuk levegőt venni. Egyszerűen nagyon nehéz lesz megmozdulni, mert például, ha 20G6 jön, vagy huszár g 8 jön, akkor mi lépünk D6-ot. És D6-tal bezárjuk az ellenfélnek az F8 futóját de ő is be van zárva, és különböző fenyegetéseink vannak. Itt már a számítógép is megerősítő, hogy világos igenis jobban áll a tiszt hátrány ellenére. Sok tervünk van akár támadni majd futó c és akár a vezérrel, vagy a huszárunkkal megjelenni D5-ön, B5-ön és a C7 pont ellen támadni, természetesen attól függően, hogy mit reagál az ellenfél. Tehát például, hogy ebben az állásban egy óvatlan huszár C6 jön, akkor huszár B5 után nincs is nagyon sötétnek lehetősége arra, hogy kivédje a huszárt C7-es fenyegetéseket, és mindjárt meg is nyerjük a partit. Ezért sok online partiban fekete itt a vezér E7 lépéssel próbálkozott, hogy egy kötést hozzon létre. De ez a kötés nem fog segíteni, annak ellenére, hogy most nem üthetjük a huszárt, mert akkor sakban lennénk. Ezt hívjuk úgy, hogy abszolút kötés. Vezér e 2 t húzunk, jön a huszár G8, és itt is van egy nagyon erős lépésünk, a korábbi terveknek megfelelően Huszár B5-tel fogunk támadni. Célpont a C7 gyalog. Na most, erre sötét, itt általában D6-tal szokott válaszolni, mondván, hogy a vezér bevédi a hetedik sort. De ez egy nagyon nagy csapda. Az első kérdés a Halloween cselem belül. Ez hogyan használnátok ki ezt a D6-ot? Ez miért két kérdőjeles lépés? Nyugodtan írjátok meg kommentben a jó lépést! A helyén való lépés a 20 üti C7 sakk, ráadásul, és amikor visszaüti, akkor elüti D6 után egy úgynevezett felfedett sakkot adunk a királynak, és lóg egyszerre a vezére, ha közbeteszi, leütjük, és anyagot nyertünk. Tehát 20 után itt most fekete D6 lépése veszít. Ugyanakkor még esetlegesen 20-ára alhattal meg tudnám menekíteni ezt a játszmát, bár hozzáteszem, hogy D6 vezérelhat, és déjüti C7 után már szintén világos áll jobban. Tehát ezekkel nagyon-nagyon csinyán kell bánni, mert egy-egy rossz lépéssel nagyon-nagyon le tudunk szorulni a tábláról. Ezek azok a csapdák, amik különösen veszélyessé teszik a halloween -t. Menjünk vissza a leges legelejre, és nézzük meg még egyszer, hogy ez hogyan jött ki. Tehát E4, E5, Huszár F3, Huszár C6, Huszár C3, Huszár F6, megtanultuk, hogy ez a 4 es játék, megtanultuk, hogy ez a halloween csel most robbantunk a centrumban, és még a c6-nál egy másik csapdát is szeretnék megmutatni nektek. Erre megbeszéltük, ha ő vezérszányra lép, akkor mi is vezérszányra lépünk, és akkor következzen a második számú csapdánk, ahol most nem 20 B8, hanem 20 E5 lépés következik. Ez is logikus, miért menjen hátra, amikor mehet előre. Ebben az esetben F4-jel támadjuk meg, Ugye jönnek a tempók, és világos, ilyen királycseresen az F gyalogját is beveti a játszmába. Huszár G6, és megint megyünk tovább. És szegény huszárnak nincs túl sok jó helye, mert az összes aktív huszár lépés leütik. Van, amit a huszár, van, amit a vezér. Ha pedig huszár G8-ra megy, akkor már egy általunk ismert lépéssel fogjuk beszorítani az ellenfelet. Szerintetek melyik lenne ez? ez a D6 lépés lenne, nagyon jó, és abban az esetben, hogyha D6-ot lépünk, akkor bezárjuk az ellenfélnek a futóját, tervünk megint csak az, hogy futó C4, vagy akár b5, akár huszár d akár vezér d és nagyon nehéz lesz kifejlődni egy ilyen bútorraktárral. És abban az esetben, hogyha ezt megpróbálja lenyerni, C D6, E D6 és vezér B6 után, akkor úgy fogunk támadni, hogy egy, egyszerre védekezünk is, hiszen ezt megvédjük, és ezzel fenyegetünk. És bizony, ez veszélyes állás. Mondjuk például király D8, újabb tempó F5-tel, újabb tempó futó F4-jel, és F6-ra egy picit nehezebb csapdával készültem számotokra. Itt világos nyer, hogyha ügyesen játszik, erre még voltak online játszmák, viszont ez most nem annyira látványos, de annál hatásosabb, ki az, aki a támadásnak a mestere, ki az, aki szereti ezeket az állásokat, és ki az, aki megírná nekem leges legelőször, de persze utána is lehet, hogy mi világos legjobb lépése. Fontos, hogy kapcsoljunk hozzá egy stratégiát is. A helyén való lépés az a vezér D2. Ez világos egyetlen nyerő lépése, minden másra veszve állunk az anyagi hátrány miatt. A csapdának az lesz a lényege, hogy a vezér bizonyos helyzetekbe a akar menni, persze nem most, mert akkor leütik, hanem sokkal inkább futó E3 után, és utána szeretnénk majd vezér a kellemetlenkedni, és hiába lép a hatot, meg tudjuk lépni a futó e 3 meg tudjuk lépni a vezér a 5 és bizony-bizony ebben az állásban már sakkal fogunk érkezni, és az anyagi hátrányból anyagi előny lett, hiszen most minőség és gyalog előnyünk van. Tehát ez is egy fontos csapda, hogy így fogjuk kihasználni ennek az A5-D8 átlónak a gyengeségét. Jó, tehát Huszár C6 az ebből a szemszögből egy kis évesi, veszélyes, de még erre vissza fogunk térni. Nézzük meg a Huszár G6 lépést, ami szintén egy lehetőség, megbeszéltük, hogy a király szányra megy, azaz ugye az E és a H vonal közötti hát vonalak egyikére lép, akkor az E5-öt fogjuk tolni. Megint a huszárnak nincs H5-ön, G4-en, E4-en, D5-ön lehetősége, mert mindegyiket leütjük, visszamegy huszár G8-ra, és most jön a futó C4 lépés. Ebben az állásban az F7 pont ellen fogunk játszani. Nézzük meg a harmadik számú csapdánkat. Mi van akkor, hogyha D6-tal folytatná? Ha D6-tal folytatja, akkor vezére fármat lépünk. Ugye most fenyegetünk mattot adni, a Schuster matthoz nagyon hasonlóan. Futó E6, és most vezérüti B7-tel leütünk egy gyalogot, átmenetileg még egy tisztet beáldozunk. De mi lehet csapd a csapda lényege? Miért nem jó ezt az áldozatot elfogadni sötéttel? Így van, remélem, hogy megoldottátok vezér C6 csak miatt, hiszen ugye akkor ezeket le is fogjuk tudni sakkozni rögtön. Izibe, király E7, vezérüti C4, és hát azt gondolom, hogy ebben az állásban óriási támadásunk van, hiszen ilyen huszár D5-ös gondolatokkal ezt a királyt nem fogjuk béké hagyni, de néha még ebből az irányból is fogunk tudni támadni. Jó, ha pedig mondjuk ezt itt leütné valamilyen okból kifolyólag, akkor innen fogja kellemetlenség érni, és a királycseres f4 lépés fog segíteni a kötés kihasználásában. Természetesen ebben az állásban nem kötelező leütni, hanem lehet huszár e lépni, és huszár b5-re c8-at lépni, bár akkor, meg majd később ilyen során az a 7 fog belelógni. Szóval abban az esetben, hogyha a huszár g6-ra menne, akkor e5-öt lépünk, huszár g8-ra futó c4-et, és megnéztük, hogy D6-ra a vezér F3 kisé kellemetlen. Persze számítógép ezeket kivédi, szóval online levelező sakban nem biztos, hogy ezek a legjobb megoldások, de azt gondolom, hogy egy bullet, ultra bullet, schnell, vagy akár talán még egy rapid partiban is ez kellemetlen lehet. A másik lehetőség, hogy futó B4-et lép, itt is maradunk a szokásos tervnél, a f3-nál, amivel ugye mattot szeretnénk adni, hát ha be van neki előreállítva a 27 lépés az online partiban, és akkor mattot adunk vezérüti f és akkor büszkén megvelegethetjük a saját vállunkat. Ha pedig vezérelhetet lép, akkor itt is van egy olyan csapda, amit érdemes megegyezni, ezekben az állásokban a H4 az nem szokott olyan nagyon rossz lépés lenni. Azzal az elgondolása, hogy utána H5-tel ezt a huszárt megkergessük, és visszakergessük például F8-ra. És akkor példának okáj, ha mondjuk ezt leüti, hogy dupla gyalogot csináljon, és mondjuk lépne egy huszárüti H4-et, akkor az megint egy csapda lenne, ez most már itt a negyedik csapdánk a Halloween cselen belül, szerintetek ezt hogy lehetne kihasználni, hogy látszólag leüti azt, ami védve is van ebben az esetben nagyon helyesen bástyaüti h 4 minőséget áldozunk, mint Petrosian csúcsformájában, leütjük, és utána pedig egy alapsori mattot adunk az ellenfélnek, és nem fog tudni ebből kiszabadulni. Természetesen ezt nem kell megint csak leütni, hanem valószínűleg jobb lépés a H5, amire a számítógépnek a legjobb javaslata nagyon jó pofa, király F1, amit azért lépünk, hogy se D6-tal, se f 6 ne tudjon felrobbantani minket a kötés miatt, egyszerűen csak kiállunk belőle, és utána akarunk majd futó g 5 lépni, hogy az F6-ot leüssük, és a bástyának majd e 1 lesz helye. Ezek az úgynevezett hely átadó lépések. Ez is egy olyan finomság, amit szerintem sokan nem fognak tudni az ellenfeleitek közül, és ha most jutna eszébe leütni, semmi sem változott, leütjük, és aztán pedig ugyanezt a mattot be fogjuk tudni adni az ellenfélnek. Ezek mind mind, -mind olyan csapdák voltak, amik azt gondolom, hogy nagyon-nagyon veszélyesek sötétre nézve, és amik könnyen előfordulhatnak. És azért ilyen magas, világos győzelmi százaléka, több mint 53 százalék, mert egy gyors partiban feketé egyrészt meglepődik, Másrészt kizökken, harmadrészt meg nem tudja a védekezést olyan könnyen megoldani, hiszen mindenki támadni szeret, és sokkal kevesebben szeretnek védekezni. Na de tanuljuk meg, hogy mit csináljunk sötéttel. Fordítsuk meg a saktáblát, és mondjuk azt, hogy ti az orosz, vagy akár a spanyol megnyitás barátai vagytok, és nem akartok rossz helyzetbe kerülni. Akkor E4, E5, f 3 c 6 c 3 f 6 után, ha e 5 következik, akkor ne lepődjetek meg, nem minden nap Halloween, és nem kell mindig feltétlenül áldozgatni, és most már tudjuk, hogy huszárüti E5, D4 után, sötét bizony, könnyen tud megoldást találni. Több lehetőség is van. Ha számítógéppel megnézitek, nem biztos, hogy azt fogja javasolni, amelyiket én. De ez azért van, mert én a gyakorlati részét fogom itt a saknak megragadni, és nem biztos, hogy a tiszt megtartása lesz a cél, hanem az, hogy egy jó állásunk legyen. Ezért én azt javasolnám nektek, hogy lépjetek 20 c 6 ot ezt szoktam a tanítványaimnak is javasolni itt a Centrum a berkeim belül, és amikor jön a D5, menjünk vissza E5-re, és amikor jön az F4, akkor ilyet már láttunk, mondhatnátok jogosan, de most nem 20 G6 fog következni, hanem futó D6. Ezt a lépést ezt be is kékítettem magamnak, ami azt jelenti, hogy kritikus megnyitási állás. A futó D6 azért, az, azért, egy nagyon okos lépés, mert az anyagi előnynek van egy ilyen nagyon szép és nagyon fontos tulajdonsága, hogy megfelelő módon vissza tudjuk adni. Tehát lépünk egy futó D6-ot, és amikor ezt leütik, akkor futóüti előtt után anyagilag most egyenlő az állás, nincsen tisztelőnyünk, mint az eddigiek során. Na de nézzük meg, milyen kipusztíthatatlan futónk van, ami ezeket az átlókat ellenőrzi aminek kapcsán gyenge az l 4 gyalog. Utána el fogunk tudni sáncolni. És bizony ebben az állásban már fekete áll jobban. Jó, tehát ezt javasolnám nektek, hogy itt a hetedik lépésben nyugodtan adjátok vissza, ha meg nem ütik le, akkor is nyugodtan el fogunk tudni sáncolni, és előbb-utóbb a játéka kényszerítve lesz arra, hogy üssön eltöm. Hát ez lett volna a mai videó, és akkor álljunk is át itt világosra a huszárüti E5 lépésre. Hát remélem, hogy tetszett, tetszett nektek ez a megnyitási bemutató, hogyha igen, akkor ne felejtsétek el lájkolni. És hogyha nem szeretnétek lemaradni az izgalmas megnyitásokról, középjátékokról és végjátékokról, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Illetve, hogyha tetszett ez a videó, és szeretnétek támogatni a most már közel 200 ingyenes szakvideót itt a Centrum Sakiskola Youtube oldalán, akkor a köszönet gombra kattintva tudjátok ezt megtenni. Hajrá halloween remélem, hogy tetszett nektek, és később is írjátok meg, hogy mik a tapasztalataitok vele, és ki az, aki tudott nyerni egy szép játszmát, nyugodtan kommentbe be is lehet írni a játszmának a lépéseit, hogyha alkottatok valami jót. Nekem is tervben van, hogy ezt majd valamikor be fogom dobni, hogyha gameplayre kerül a sor. Szeretnétek gameplayt? Úgy hallottam, hogy igen, hamarosan az is lesz. Köszönöm, hogy megnéztétek, hajlát Centrum Sarkiskola, sziasztok!